Szevasz, üdvözlünk mindenkit ezen a szép napon! Ahogyan látjátok, itt vagyunk lent a tengerparton, ugyanis ma nem más fogunk csinálni, mint... Lassított felvétel fogunk csinálni, nem másról, mint itt lent a tengerparton. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de minden videó szerintem lassítva, nem az, hogy jobban néz ki, de érdekesebben néz ki. Szép, érdekes. A lassított felvétel pedig nem másról, mint... a GoPro-val fogjuk készíteni, nem máshol, mint itt ugye lent a tengerparton, mutatom neked. Itt vagyunk lent, nagyon szép az idő, van egy pár ember, nem olyan túl sokan, de azért vannak. Körülbelül hány fok volt, Lukasz, mit mondtunk korábban? 30? Olyan 33 fok volt korábban, egy felhő, látod, egy felhő nincs körülöttünk sehol sem, és gondoltuk, hogy ilyen vizes, homokos, lassított felvételt fogunk ma csinálni ugye itt lent a tengerparton. A másik dolog, amiért ide jöttünk le, nem más, mint... sok fény! Sok fény, a sok fény miatt. Ugyanis nem tudom, hogy tudtátok-e vagy nem, de a lassított felvételhez nagyon sok fény kell, hogy rendesen lehessen ugye látni mindent. A minősége egy kicsikét rosszabb lesz, ugyanis a GoPro lassított felvétellel nem tud jobbat csinálni, mint 720 felbontást. 240 frame per szekundumban. Aki nem tudja rá, hogy ez mit jelent, az azt jelenti, hogy egy másodperc alatt 240 képkockát fogsz látni. Ezáltal érdekes felvételeket fogunk tudni majd csinálni, de szerintem ne húzzuk tovább az időt. Lerakom, vesszük ezzel a kamerával is, meg ugye vesszük a lassított felvételt a GoPro-val is, és nekiállunk mit csinálni? Bóckodni végül is. Öntögetünk vizet, lehet, hogy még úszunk is egyet, rúgjuk a port azt nem, de a homokat az biztos, úgyhogy nekiállunk? Ja. Felállítja a kamerákat és nekiállunk. Beállítottuk ide a kamerát, arra felé vesz. Megvan mindenünk? Mindent megcsináltunk, ugye? Itt a víz, ugyanis a vízzel kezdjük, vagy a homokkal kezdjük? A vízzel, rendben van. Úgyhogy én most nem más fog csinálni, mint ezt a kamerát lerakom valahova, és oda le fog feküdni, aztán... ma meglátjuk. Tehát mindegy, hogy mit csinálunk, lassított felvételben szerintem minden érdekesebb, meg viccesebb. Te fogod önteni a vizet, rendben van? Úgyhogy fogjad meg, de ne túl sokat öntsél rám először. Csak szépen picit, aztán, aztán majd meglátjuk. Most a Lukasznak a sor, és majd meglátjuk, hogy mit művelt. Ugyanis én nem láttam semmit ugye a kamerám, mert a Lukasz csak öntötte rám, de remélem, hogy jól állítottuk be. Készen állsz? Nem. Aha, ugye most lefek. Kell egy szemüveg? Úgyis hoztunk szemüveget, ilyen úszószemet. Kell úszószemüveg? Nem. Nem? Rendben van. Akkor figyelj! Egyedül azért nem jó, hogy beleöntöd a zorodba, de szerintem én élveztem, legalább kicsikét leütöttem a fejemet, ugyanis meleg van, mit? Még? Nagyon sem, még akarsz? Rendben, na üljél le oda-vissza, aztán valami... Nem, én akartam, csak nekem, rendben. Akkor indulok oda-vissza, és egy kicsit nagyobb üveggel fogunk most próbálkozni, nem mással, mint egy ilyen 3 literes teljes üveggel. Megvan? Ott a teljes üveg. Rendben van. Úgyhogy oda-vissza ülök. Közben itt az emberek már minket lehet, hogy nem normálisnak néznek. Ugyanis itt járkálnak az emberek össze-vissza. Látni, hogy a kutya is ugat minket. Szatyor, nehogy elmenjen.
kifizeztük magunkat, de azok, hogy belemegy az orrodba és felmegy a fejedben, amúgy nagyon jó ebben a nagy melegben. Na mi helyzet? Mi van? Te már hóember, homokembert építesz megint? Úgyhogy most nem más fogunk csinálni, mint ha lemegyünk oda le a vízbe, és ott fogunk egy pár érdekes felvételt készíteni. Aztán én nem tudom, te hogy vagy vele, de én megint kezdek szomjazni, te nem? Te nem? Akkor csak én iszok. Nem úgy mondom, most komolyan mondom, hogy iszunk inni. Nem úgy mondom, hogy egymást leöntögessük megint. Ki jött a szemedből? Ami ezzel a... ki? Ja, ezzel mondjuk az a baj, hogy ilyen apró szemcsés, ugye ez a homok, bár minden homok szemcsés, de ez ilyen nagyon apró szemcsés, és ugye egy fúj lent a szél itt a tengerparton, nagyon könnyen belemegy a szemedbe, főleg ugye, hogyha rugdasod mindenfelé, úgyhogy én azt mondom, hogy menjünk fürdeni. Rendben van? Jó van. Jó van, akkor induljál! Egy kicsit lehűtöttük magunkat, egy páram azóta jöttek, amúgy látod, kezdenek jönni most már az emberek. Visszajöttünk, oda nézd, milyen lett a cipőm. Tele lett homokkal, te! Ugye ezt kicsit kirázzuk, és feljebb megyünk oda a torony mögé, ott filmezünk tovább, rendben vagy? Nem vagy szomjas? Mert van még vízünk. Megjöttünk ide a toronyhoz, látod? Úgyhogy itt van kuka, itt kidobjuk az üres üvegeket. Na mi van? Jössz? Levetted, rendben van, gyere itt a kuka. Átmegyünk ott azon a homokbuckán. Itt amúgy annyira nem fúj a szél, ott lent a tengerpart, hogy mindig rettentően fúj a szél. Még azért vannak hullámok olyan, ma nem volt olyan túl nagy a hullám, nem Lukasz, ma nem volt olyan túl rossz. Mi a meleg van, tudom, hogy még mindig meleg van, de... Mi van? Mi történt? Belelépett valamibe, várjál! Ja, nagyon meleg, azt hittem beleléptél valamibe. Homok rettentően meleg. Akárhova lépsz, ugye a nap süti egész nap, és felmelegíti. Jössz, húzzol a papucsodat, azért hoztunk papucsot. Papucs nélkül itt végsétálni, hát biztos jó. Nem jó, nem jó, papucs nélkül itt sétálni nagyon nem jó. Gyere, menjünk a túloldal, látod, hogy mindig jönnek az emberek szörbdeszkával, mindenféle fajta loggal. Nézd, valaki itt állt meg egy motorra. Itt van egy ilyen bicikliút, ahol el lehet biciklizni, meg motorozni, de mindig oda felsétálunk. Azok az emberek is, ott látod ezt a lányt a szörbdeszkával, itt mondta, hogy annyira égeti a talpát ez a homok. Most miért vetted meg illen? Mit csináltál? Ja, nem sok homok, homok van benne. Kéne a papucsból a homok, ne hülyeskedjél. Na gyere, ott is valamit kitalálunk. Aztán filmezünk. Elérkeztünk ide erre a parkos részre, és képzelem, mi történt. Betellett a memóriakártya a GoPro-n, úgyhogy több ilyen lassított felvételt ma nem fogunk tudni csinálni, de hazamegyünk és visszanézzük. Amúgy ide a videó alá írjátok majd meg, hogy mit gondoltok róla. Mi volt a szádba, a homok? Ja. A Lukasznak minden ment a szájában, a homok, víz, sós víz. Úgyhogy, ahogy mondtam, írjátok meg, hogy mit gondoltok róla, meg hogy legközelebb hova kellene elmenni, és mit kellene lefilmezni ilyen lassított felvétellel. Ilyen lassított felvételt, amúgy szerintem bármit lehet csinálni, az a lényege az egésznek, hogy gyorsan kell valamit csinálni, és a kamera ugye ne túl sokat mozogjon. Itt lent a tengerparton egy kicsit ugye nehezebb volt, mert fújt a szél, jöttek a hullámok, de ígérem nektek, hogy a legközelebb
valami másra fogunk megpróbálkozni, ugyanis van egy pár ötletem, hogy mit tudnánk lefilmezni, ugye lassítva, de hogyha nektek is van ide a videó, leírjátok meg, hogy mit kellene. Úgyhogy ezt a videót itt most mi befejezzük, remélem, hogy élveztétek ezt a mai lassított felvételes videót is, úgyhogy mára ennyit. Mindenkinek, nem sziasztok még, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnénk kívánni. Attól függ, hogy mikor nézitek, hogy szoktam mondani. Sziasztok! Mindig el akarod sietni. Ja, úgyhogy most elmenjünk és lezuhanyozzuk magunkat, mert nagyon homokosak vagyunk, ugye? Mármint homokosak. Na mindegy, menjünk, sziasztok!